Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax is az MV Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, kedves podcast hallgató, tudományos témák iránt érdeklődő barátaink! A mikrofonnál Pécsi Géza, a Jaguar Land Rover st mérnöke. A mai 84. parallaxis hatásban ezúttal átadjuk magunkat a biomérnöki és programozási tudományoknak, valamint a mesterséges intelligenciának, hiszen ezennel az Upgrade, a javított verzió című Arus Ausztrál Skifi filmet taglaljuk Miklóssal, aki fizikus. Szia, Miki! Sziasztok! És Norbi valaki geográfus. Szia, Norbi! Sziasztok! Mielőtt felcsapnék orvos orvostechnológiai mérnöknek, felhívnám figyelmeteket, hogy a hosszabb jobb, ezért legyetek támogatóink a Patreon felületen. Na, hát akkor csapjunk is bele. Megmondom őszintén, nem ismertem ezt a filmet. A címét ugye láttam, hogy ezt fogjuk felvenni, ezért kivettem a videótékából, megtekintettem, és amúgy nekem kellemes csalódás volt. Alapvetően szerintem ez is iszonyatosan izgalmas téma, nagyon jó beszélgetés lesz, és önmagában olyan dolgok vannak benne, amiket szeretek. Tehát az izomautókat alapvetően szeretem, a jövő technológiát, meg ezt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gondolatokat is szeretem kezdjük is az izomautókkal. Tehát ugye iszonyatos nagy ellentétekkel kezdődik a film. Van egy, 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 férfi, aki autókat szerel egy olyan korban, ami, hogy most közeli vagy távoli jövő, erről miklós kérdezném, mert ő szerintem biztos tudja. A filmből nem derül ki, hogy milyen évet írunk. Ugye? Ez nem igaz. Nem mondják ki de hogyha nagyon szemfüles vagy, akkor azt hiszem az egyik jelenetben mutatják a feleségének a születésében is, hogy mikor hunyt el. És minden igaz, akkor 2008-ban született, és 38 évesen hunyt ezt szóval 2046-ban járhatunk talán. Ez stimmel azzal, amit én gondolok. Tehát én is azt akartam mondani, hogy egy olyan 20-30 évnél nem lehet később ez a történet, és akkor ez úgy látszik, a filmkészítői is így gondolják. Ez nekem elég furcsa, hogy ugye, hogy a 2048-at írunk, a srác olyan autókat szerel, amik olyan 60-as, 70-es évekbeli ízom autók, tehát konkrétan ezek száz éves autók. Bizony, retro autók. Tudom, hogy ez iszonyat kuriózum, meg ugye az egész, egész az, hogy ezt tulajdonképpen csak megjavítja egy iszonyatosan gazdag embernek, de gondoljátok el, hogy mondjuk egy 2005-ben gyártott autó is 50 éves lesz, tehát nagyrészt egy rosda kupac. Ha valaki azt mondja nekem, hogy egy, egy 30 éves autó, akkor annyira ott onnan tudom, hogy már szinte boomer vagyok, hogy már nekem is ilyen Izé, 80-as évekbeli autók ködlenek fel a, a szemem előtt, hogyha valaki azt mondja, hogy képzeljék el egy 30 évvel szállott autót. És ez 93 hát, Igen, pedig igazából a 90 es évek autóira kell gondolni. Hát most azért, ha megnézitek, hogy hány hány izé Suzuki Swift-et lehet látni az utakon itt Budapesten. ugye? Aktívan amit közlekedni. Aktívan közlekedni. Aktív amik, nyugdíjasokkal. Sőt, nem is csak, tehát én ismerek olyan 40 éves csávót, aki a olyat vezet, amit ugye még Esztergomba gyártottak még, a, még kb. rögtön, amikor megnyílt az ottani gyár, 90-es évek. Hát ugye mikor? 92-ben lehetett, hogy valahogy így. Szóval igazából elég jól bírják. Annyira nem hiszem, hogy... De értem, amit mondasz, persze a 100 éves autóból viszont... Hát most is látunk, ugye 60-as évekbeli oldtimereket. Persze ránézünk, meg azt mondjuk, hogy hűha, meg minden, de azért előfordulnak, nem? Tehát végül is... hát előfordulnak, itt azért eléggé, eléggé ritkák. Uh -huh. Nekem érdekes volt, elég sokat jártam. Volt szerencsém járni Skandináv országokban, és ott elég sok van. Tehát ott hm. nagyon sok ilyen amerikai oldtimer van. Szerintem amúgy ez kifejezetten a filmben úgy jelenlik meg, hogy ez már ilyen nagyon az ilyen szupergazdagoknak ilyen hóbor, hogy ó, nekem még egy belső is, autóm is van, és, és restauráltatom, és ez milyen különleges, és akkor el lehet dicsekedni. Tehát nincs sem egy hétköznapi tényleg használati tárgy, és akkor, hogyha ilyennel járkálsz, akkor te vagy a, a, a fura, fura, és hát ugye, mint a filmből is kiderült, tehát tulajdonképpen a nem véletlenül történt ez az egész, hogy ezt az autót meg kellett szerelni ugye Aaronnak, Aaron kínnek, Aaron aki a stemnek a megalkotója, ennek a kis édes aranyos kis csipnek, ami szinte már ember feletti, vagyis hát természet feletti dolgokra képes, erre majd visszatérünk. Tehát ugye ennek a kínnek csinálja meg az autót ez a srác, ugye aki nem más, mint Gray Trace, és nem fogom leülni a poént. Tehát menjünk tovább. Ugye ott van a igazán szép felesége ennek a srácnak, ugye Asha Trace, aki a Kobolt cégnél dolgozik, akik, na ez is egy kérdés nekem, mert ugye ők is valamilyen szinten robotizálással, mesterséges intelligenciával foglalkoznak. És ugye, ahogy az elején is mondtam, tehát van ez az ellentét, ugye jön haza a Chelsea az autóval, ami pedig full önvezető, tehát full önműködő, önvezető, és miközben ül az autóban, a közben telefonál a férjével, és ugye amikor már haza is ért, tehát konkrétan még az ablakon sem látsz ki, mert az ablakon van a kijelző, és amikor hazajönnek, akkor lehúzza az ablakot, és akkor még szemrányást is tesznek igré, vagy valami ilyet mond, hogy, hogy nem bírsz leakadni a kijelzőről, hogyha élőben is láthatod a férjedet, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy iszonyat nagy ellentétek vannak a filmben nekem. Igen, és akkor erre mondja a Csaszi, hogy hát igen, hogy hogy ő, hogy tudom, hogy te is beszélsz az autókhoz, csak az enyém az vissza is válaszol. Igen, az vissza is válaszol. Persze, de Géza, ez... te biztos beszélsz te is annál az autókhoz néha, nem? Tehát vagy nincs ilyen benned, nincs ez a dolog? Mert az az nem. igazság, hogy ugye van, -e? ez, ez a tipikus amerikai filmes klisé, hogy ez a jó-jó ja. kislány vagy, mindig kislány, kislányoznak minden autót, Hát én nem tudom, tehát azért az egy tárgy. Én azért lettem mérnök, mert az, az tárgy, az nem fog visszaszólni nagy részt, és szeretném is, hogy így legyen. össze szerintem így összefoglaltam a véleményemet a témáról. Ettől függetlenül persze szoktam beszélni ilyen kizárólag Bluetooth kiangosítóban, hogyha telefonálok az autóban, mert ez a mai civilizált társadalomnak egy, egy nagyon fontos része, és egy nagyon nagy technikai innováció, hogy most már tudunk telefonálni autózás közben. Na de, ezt akartam megkérdezni tőletek, hogy ez a, már a film eleje is megosztja a nézőket. Tehát valaki a srácsal ért egyet, valaki pedig a csajjal. Vannak olyanok szerintem, akik nézik a filmet, hogy oh, ó, igen, ez az high-tech cég, gyönyörűen fel vagyok öltözve, nyomtatok magamnak egy pizzát, ugye? mert már ez is lehetséges. A srác még inkább úgy van vele, hogy én meg inkább letörlöm az olajat a kezemről, és megsütöm a paprikás krumplimat adott esetben, vagy a tükörtojásomat. Tehát mondjuk ti, ti mihez tartoztok? Mikor? Te melyik, melyik táborba tartoznál a jövőben? Hát valahol a kettő között, szóval ez egy megint egy nem válasz. De én egyébként jobban, húzo, jobban húzom az ilyen, hú, 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 húzódom egy kicsit az ilyen analógabb dolgok felé. Mivel egy kő alatt élsz most is. Mivel egy kő alatt élek most is, bár ugye látjuk a filmben, hogy maga Aaron kín is egy kő alatt él, ha megnézitek, konkrétan egy kő alatt él. Ugye egy... Szó szerint. Hogy ilyen értelemben, ugye még? Még akár lehetne is. De azért nem teljesen kő alatt érted, tehát a házuk az full full tech. Hát abszolút. Tehát a, a konyha a, a az robotizált. Na, mű. igen, de itt a nor norbi, norbi lesz itt a kulcs megmondó ember ebben a kérdésben. Én azt már tudom, mert én összességében uh, úgy vagyok vele, hogy a technikával jól meg vagyok azon a szinten, ahol van jelenleg. De természetesen tök mindegy, hogy mely, melyik táborhoz tartozónak vagyunk magunkat, mert a fejlődés az feltartóztathatatlan. Ezzel, ezzel egyetértek teljes mértékben az én részemről. Én azt mondom, hogy én azért egy kicsit a, a hölgy, a felesége oldalára e, sorolnám magamat. Azért én az ilyen technológiai újdonságokat, ha nem is birtokolni, legalább azért követni, napra észre hogy körülbelül hol járunk, azért ezzel szeretek. De mindazonáltal azt azért meg tudom érteni, hogy ha az ember meg tud fogni egy csavarhúzót, és mondjuk úgy, nagyjából legalább ismeri a dolgok működését, azért az nem hátrány. Tehát, hogy, hogy a esetleg ki tud cserélni egy nem tudom, villanykörtét, meg egy, meg egy olajat esetleg egy autón. Persze tudom, hogy most már a mai modern autóknál euh, jobb nem hozzányúlni, meg nem is tudsz gyakorlatilag. De ettől függetlenül üdítő volt a filmben látni ezt, hogy a férfi, a maszkulin karakter az, aki egy kicsit maradé, kicsit le van maradva a technológiával, és nekem, nekem tetszett uh, ilyen szempontból a főszereplő, ugye ez a Logan Marshall Green, Nekem, nekem ő, ez a színész tetszik már csak azért is, mert nagyon hasonlít Tom Hardy-ra, akit szintén kedvelek, mint színész, szerintem a szegény ember Tom hardy -a. -ja. de minden esetre ilyen kis, nem, nem, is tudom, most, jelenleg mondjuk a, a mai társadalmunkban, ő, ő mivel foglalkozna, mert mondjuk 20-30 évvel később ő mondjuk autókat szerel, manuális, vagy belső égésű autókat, Kézzel, ami ma még annyira nem elképzelhetetlen, tehát ilyen még van, mondjuk nem is tudom, hogy ő ma mit csinálna, ha, ha, ha jelenkorban játszódna. Hogy... <laughs> hmm. Hát nem tudom, Remez, lem, lemez játszókat javítana, meg elektroncsöves rádiókat pofoznak. Hogy ugyanazokat ki. Azokat az autókat, mert azokat <laughs> ma is ugyanúgy <laughs> ja, javítani ja, mondjuk kell, igen, igen, pontosan. De, de, de figyeljetek, srácok, Ameri Amerikában <laughs> már az kuriózum, hogy, hogy kéziváltó, tehát hogy konkrétan, igen, igen. konkrétan stick. már, az, már az, is egy, egy az is egy ilyen ez egy beépített uh, biztonsági eszköz, hogyha kéziváltós az, akkor nem, nem tudják, tudják ellopni. Ja, mert igen, tényleg. Ja. <laughs> <laughs> nem, én speciál igen. nagyon örültem, mert látod, most kérdezed, hogy melyik táborban vagyok, hát én például automata -váltó párti vagyok, mert Úgyhogy ezért most nyilván le fognak hurrogni az igazi férfiak, akik ugye olajos kézzel szerelik a motorokat, és, és hát... Full ér. megértem. Tehát egy automata váltó pont egy városban sokkal inkább kényelmes. Uh -huh. Dugóban naraszolgatáshoz. És akkor még nem, be nem beszéltünk az elektromos autóról, meg ugye hát az önvezetőről. Pont a dugóban, hát ez egyébként iszonyatosan jó dolog. Tehát most a legújabb újdonság, és nem árulok el nagy titkot, hogy most ugye a következő lépés, amit a háromágú csillagos barátaink már megalkottak, ugye az a teljes önvezetés, tehát hogy, hogy amikor leveszed a kormányról a kezedet, és a 50 km per óraig az autó csinálja, amit kell és nem szól, hogy tedd vissza a kezedet a kormányra. Na ez, ez lesz a következő lépcső, amit mindenki meg fog lépni szerintem, és ha belegondolok, azért elég jó, hogy mondjuk beérnék Pestre, bekapcsolnám az önvezetést, ezt gyorsan átnézném az e-mailjeimet, megenném a reggelimet, mit tudom én, végignézném a közösségi médiát, és beérnék a munkahelyemre. És mondjuk tudnék fél órával többet aludni azért. Ez, ez ö, nem akkor lesz majd ö, ilyen teljesen biztonságos, hogyha már az utakon mindegyik autó ilyen lesz, és akkor mondjuk már nem is lehet, tiltott lesz a hagyományos manuális vezetés, Persze ez még a távolabbi jövő, és akkor az autók egymással is, ha, ha, ha jól tudom, tudnak majd kommunikálni. Teljes önvezetés, amiről beszélsz, ez körülbelül 2100-ra lesz szerintem. Jó, Tehát ezt fölírjuk. ennek etikai problémái vannak, mert hogyha megnézed, hogy mi alapján dönti el egy ilyen autó, hogy aki most ki akar lépni eléd az útra, az egy 5 éves kisgyerek, vagy egy 85 éves beteg ember, ezek olyan etikai kérdéseket vetnek fel, amit egy ember el tud dönteni, de egy robot nem. Mm -hmm. Figyeljetek, szerintem ezt, ezt, vigyük el a következő adásra, mert az úgyis a top autóról szól a Skifikben. Ó, tényleg ez egy jó gondolat. Most szerintem, szerintem folytassuk ezt a filmet, mert ugye ez nem erről szó. Csak annyit még azért jegyezzünk meg, hogy ha tényleg elérnénk azt, amire azt mondod, hogy 2100-ra érjük el, akkor egyértelműen, meg, 100. meg egyértelműen megszokna az, me, megszűnne az összes dugó. Mert ugye a dugók, ugye, például az, hogy meg az autósor nem halad, az ugye nagyrészt ugye pontosan abból, hogy a, fakad, hogy az emberek reakcióidői összeadódnak. Tehát nem indulnak Jó, el de, de, gondolj bele, hogy például egy processzor, egy, egy, öreg processzor, aminek nincs nagyon számítási kapacitása, az is belassul, hogyha nagyon sok, ja. nagyon hát, sok számít, számít, tehát nagyon sokat kell számítani. Én ezt kicsit úgy fogom föl, hogyha nagyon sok autó megy egy helyre, akkor dugó lesz a önvezető autókból is. És ugye hmm. belegondolsz abba, hogy mondjuk, most van egy, egy távolságtartó tempomat, ami mm -hmm. már nem is annyira új technológia, és az is néha idegesítő, hogy az az matem, tehát az az olyan, mint a STEM, amit beépítették mm -hmm. a srácba, hogyha ott 10 méter van megadva, akkor az 10 méter, és hogyha előtted megy valaki 130-at, és 140 nem mész, akkor ő visszalasít 130-at, hogy meglegyen a 10 méter, és körülbelül a szemgolyóit kijönnek az autóba, olyat fékez, mert hogy 10 méternek kell lenni. Jó, de hát ez egy rossz algoritmus, persze. Tehát nyilván azért ezt lehet fejleszteni értelmesebben, tehát ez igen. Ennek nagyon nagy korlátai vannak, mondom nekünk mi itt. Jó, elhisszük neked. a cégnél mérnökök tanítanak ilyeneket évekig egyébként, ez mm -hmm. nagyon érdekes story. Azt simán el tudom hinni, hogy mondjuk 2050-re lehetséges lenne mondjuk egy egy, egy olyan csíp, ami mondjuk egy-egy végtagot tudna így mozgatni, de hogy egy egészen, mert azt, azt én kizártnak tartom 2050-re. Ti mi én, én semmit nem gondolnék magamtól, csak volt olyan szerencsém, hogy a Szabados Levente nevű fickóval együtt voltunk egy ilyen beszélgetésben a YouTube-on, aminek az volt a címe, hogy AI és az űrutazás, és ő azt mondta, hogy ez a legszűkebb része az egésznek. Tehát ez a legkritikusabb része az ember-humán interfész. Tehát, hogy maguk a Boston Dynamics-nek a robotjait, ha megnézitek, az zseniális, azok mindent tudnak. Maga az Artificial Intelligence, amivel itt már műsort szerkeszt nekünk, meg iző, mindent, az is már félelmetes dolgokra képes, de de, de hogy a, fi, a fiziológiai, ízé, tehát az idegpályák meg a cuccok közti interfész, hát ott, ott azt mondja, hogy ott, ott van a legnagyobb gáz, és hogy ott az, ott látszik a legkevésbé, hogy közel lenne a megfejtés. Hát meg hogyha megnézed mondjuk... Tehát a... minden, minden más igen, tehát szerint valószínűleg ő azt mondaná, hogy, 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 50 év múlva baromira nem fogunk itt tartani. Pont ezen a területen. Tehát lehet, hogy lesznek intelligens sze algoritmusok, mint hogy már most is lényegében szinte vannak, meg lesznek faszán működő robotok, sőt, olyan robotok is lesznek, amit in irányít egy mesterséges intelligencia, de az, hogy egy em ember-robot interfész ilyen módon tudjon harmonikusan együttműködni, ott van még a legnagyobb lemaradás, ha jól értettem, amit ő mondott. És ha úgy megnézitek, a filmbe is, amúgy úgy van, hogy a végtagjait meg a testét tudja STEM mozgatni. A fejét, a fejét nem. Ugye, tehát a nyakánál nem tudom pontosan, hogy honnantól bénult le, és attól felfele, azt ő nem tudja mozgatni, és amikor vannak ezek a szerintem viszonylag jól néző, jól kinéző verekedősen jelenetek, akkor, akkor a, 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 kezével fordítja el az arcát, uh -huh. és most nem hallottam, igen, 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 amit mondtam, hogy, hogy kikerüljön egy, egy ütés, mert a fejét nem tudja elhúzni. U Ez, az úgy jót, mozog, van. mint a csirkék. Tehát ugye a csirkék olyanok, hogy egy helyben marad a fejük, és így a testük mozog. És kicsit így. <laughs> Illetve hát a garambok ugye azért bólogatnak előre, hátra. Azt vágod, igen, mert igen, hogy igen. ugye oldalra néz ki a szemük, és ők nem tudják a 3D-t úgy összerakni, mint mi. <laughs> Parallaxissal, ugye? Mert mi azt használjuk, ha már ez a műsor, ugye? Hogy két szemünk ugyanazt nézi más szögből, de hát a, náluk igazából nulla az és Tehát ők csak úgy tudnak egy 3D-s modellt alkotni a világról, hogy pogóznak folyamatosan össze-vissza. <tosz> 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 Igen. Gyorsan összefoglalom a sztorit, aki esetleg nem látta a filmet, tehát ugye Grey és Asa elviszik ezt, a, tehát megkéri Asát, hogy menjen el velem, mert visszaviszi neki ezt a Pontiac Firebird-et egyébként, ez ilyen 60-as 60 évekbeli Pontiac Firebird, ami elvisz ennek a kínnek, aki egy ilyen tipikus, ilyen futurisztikus házban élő, félőrült programozó emberke, aki megmutatja temet, ami egy ilyen kis mikrocsip, és akkor mondja, hogy ez, ez csodákra képes, de hogy ez még titkos, mert hogy ezt nem engedélyeznék sehol. És akkor utána mennek hazafele, asának ebbe a szuperszónikus önvezető autójába, és hát fura dolog történik, amikor éppen közösülni szeretnének az autóba, akkor Ilyen, megvalósítanák a közösülés tényállását. Megyünk ilyen büntetőjogi podcast. Igen. Na. Tehát, hogy, hogy akkor így átveszi az irányítást az autó, és konkrétan belehajt egy ilyen gettó város részbe, ahol fölborul az autó, magyarul autóbalesetet szenvednek föl, igen. És akkor utána kiszedi őket egy csapat, Csajszit lelövik, őt pedig hát gerincen lövik, hogy lebénul. Hm. És akkor ugye utána jön egy eléggé szomorú része a filmnek, szerintem ez ilyen iszonyatosan ilyen... Ilyen nyomasztó, ahogy látni, hogy a srác fölépül, de nem, tud, ne, nem mozog semmilyen, és akkor kevésbé az anyja eteti, meg, meg lehányja magát, most meg mosdatja, meg bla bla bla. Ez is, ez is hozza a filmnek ezt a kettőségét, hogy látod ezt, és akkor utána besétál hozzá ez a kint, és mondja, hogy ő tudja, ő, ő, ő felajánl neki egy, egy megoldást, hogy ezt, ezt a szemet be tudná ültetni neki, és akkor ettől mozogna mindene. Amúgy egy kérdés, hogy én nekem az a tiszt, hogy már a film elején, amikor a baleset, bekövetkezik ennél az ominózus jelenetnél, már azt is STEM idézi elő, hogy ő hekkeli meg az autót. És akkor... Na ez az, hogy igazából ön tud, tehát már eleve az, az rajzolódik ki a végén, ahogy én megértettem, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez veszett módon akart magának egy testet. Uh -huh. És igazából befolyásolta egyrészt magát az nem Elon Musk-ot, de nyilvánvaló erre utal az Eron nevű csávó. Tehát ez a, ez a 2050-ben áthelyezett Elon Musk-szerű... Igen. Na, szóval, hogy, hogy ő manipulálta úgy az egész Torét beleértve az autó eltérülését is, hogy arra fordult el, abba a városrészbe ment bele, amit mondott a Géza, hogy egy hiba történt, és az autó egy gettóvárosrészbe került, azt is igazából már maga a STEM irányította, meg az egész bandát túl... meg hát most gondoljatok bele, tehát az a film vége úgymond az elég nagy kérdőjelet tesz elénk felveti a, a párhuzamos univerzumok létét is, tehát mi van, ha Stan már ott volt, tehát úgy történik meg az egész, hogy Stan már ott van a párhuzamos univerzumokra én pont nem gondoltam, Mindenzon által, amúgy a film nagyon-nagyon sok ilyen ilyen témát és ilyen ö, futurisztikus dolgot így megpenget tehát, hogy én arra pont nem de mondjuk a szimuláció az, az egyértelműen. Hát a Matrix. A ma, szimulációban igen. élünk, Mátrix, igen, erről azért már sokszor volt szó itt a Paralaxison, ilyen poszthumán életforma, genetikai biohackkelésektől kezdve, Black Mirror-os ilyen kis dolgok is, de a párhuzamos univerzumok még nekem pont nem jutott hogy... szembe. Ugye csak, csak ugye, mert még szegény hallgatók mondtak így, hogy aki még nem nézte meg ezt a filmet, hát nézzétek meg, amúgy már érdekes, de hát akkor akkor az a fő, fő spoiler ugye, hogy a végén Igen. úgy veszi át teljesen az uralmat a, a, a test fölött, ez az agyba ültetett mesterséges intelligencia, hogy közben elhiteti az emberrel, akinek a fejébe bele van ültetve a chip, hogy ő gyakorlatilag az egészet csak álmodta, és kómában volt, és felébredt, és most végre-végre együtt lehet a felesége aki amúgy meghalt. Tehát, hogy hát stem, Ez oké, okay, az... de ezt hogy, 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 hogy hiteti el vele? Tehát ez, ez megtörténik, úgymond. Hát regenerálja neki az agyába ezt. Tehát tényleg a matrix effektus, tehát hogy konkrétan rákapcsol a bejövő időtpályák helyett. Igen, 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 a egy részén. És ez egy hátborzongató. Tehát látod, hogy a csávó közben Hú. azt hiszi, hogy fölébredt és a kórházban van, és egy rossz igen. álom volt az egész, és közben meg izé, mély szárolgat én annyira meglepődtem már, mint hogy ennyire ilyen sötét, negatív lett a vége, hogy akkor még azt hittem, hogy ó, még itt biztos lesz valami, hogy de kiszabadul a bezárt elméjéb, és akkor majd happy ending is, nem! És főcím, és Úristen. Te ezért mondom, hogy iszonyatosan jó film. Tehát mondom, mm -hmm. én úgy álltam neki, hogy na nézzük, és úgy lett vége, hogy ó, oh, wow. De tökéletesen összefoglalja az összes félelmünket, Igen. amiben van a mesterség és intelligenciával kapcsolatban. Egyrészt ezeket is, másrészt meg azokat is, a amit szintén felhoztunk már, és viszont amiről kevesebbet beszélnek, hogy a mesterséges intelligencia megteremtése, az csak tovább fogja növelni a társadalmi szakadékokat is. És nem csak konkrétan a mesterséges intelligencia, hanem az egész high-tech világ, az önvezető autók, a szupergazdagok és stb. 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 Tehát, hogy egyre dur egyre jobban, egyre áthatolthatatlanabbá fog nőni a szakadék. És látjuk is tényleg. Ami már most elkezdődött szerintem, tehát azért kezd kialakulni egy iszonyatosan nagy szakadék, főleg szerintem a Covid óta még inkább. És digitalizáció az csak folytatódni fog, és még, még inkább inkább azt hiszem most, hogyha ha geopolitikára nézünk, tehát konkrétan a határon túl háború van, ami konkrétan nem úgy zajlik, mint egy modern háború, tehát ez a konkrétan második világháború beli kaszabolás történik a mai napig esetenként ugyanolyan eszközökkel. Ha nem is társadalmakon belül, de világszinten nagyon-nagyon megvan meg ez a széthúzás, és szerintem társadalmakon belül is mondjuk 2050-re simán lehet. Egy de gyerek. és egy nagyon jó duma volt egyébként, ugye a csávó, aki, aki, a főszereplő, aki ez az autószerelő ember, ő mondja egyrészt, hogy ugye amikor konkrétan mondhat, hogy lefordul arra a gettó környékre, akkor ő megjegyzi, hogy én felismerem ezt a környéket, mert én itt nőttem föl. Egy, tehát ő konkrétan onnan jött ez a Gray, és akkor viszont a másik nagyon jó mondat, amikor odarakta azt a csippet neki az Eron, hogy azt mondja, hogy itt van ez, a, ez az új izé, és akkor azt mondja, hogy te egy jó játékot látsz itt, vagy valami újfajta kutyút, én meg újabb tíz munkanélkül itt. Ja. Ami a tíz, az kicsit alulbecsli amúgy a dolgot. De azért ilyenkor mindig, mindig hozzá is szokták tenni, hogy oké, okay, persze, hogyha egy robot bekerül egy gyártósorra, és akkor onnan kiesik száz ember, attól függetlenül valahol meg fog jelenni tíz 10 új, száz új pozíció, és akkor... Tehát, hogy az, az ipari forradalom óta, az 1800-as évektől kezdve, az azért elő, -elő jön, hogy úristen, úristen, leváltják a munkánkat, és akkor mi lesz? Elveszik a munkánkat. De azért... Ha rövidebb időszakokat ö, nem is nézzük, tehát hosszú távon azért ezek, azok, azért ezek meg szoktak oldódni, és szerintem most ugye nyilván a, a mesterséges intelligenciával is ez van, hogy ö, napról napra jönnek ki újabb hírek, hogy már ezt is meg tudja, már azt is meg tudja csinálni, és akkor egy csomó munkát ki tud váltani. Jönnek ki ugye azok az elemzések, hogy hány százalék az ennek, hogy a munkádat x éven belül 90 százalékban leváltják ezek, és oké, okay, de létre fognak szerintem jönni természetes módon új, új munkakörök. Ezt is ugye hányszor halljuk, hogy amiket mondjuk mi tanultunk, vagy mondjuk általános iskolába, milyen munkákat szerettünk volna 10-20 évvel ezelőtt, azok nem léteztek. És most is simán előfordulhat, hogy 5-6 év múlva olyan munkakörök lesznek, amire ma még nem is tudjuk a nevét. Ez így van, csak az a kérdés, hogy, hogyha már ugye eddig az volt, hogy a fizikai munkát átvették a gépek, akkor a precíziós gépi munkát átvették a még jobb gépek, mondjuk az ilyen robotok, a gyártósorokon, az emberek maradtak azokban a munkakörökben, ahol vagy nagyobb részt vállaltak azokban a munkakörökben, ahol ugye szolgáltatás, gondolkozás, ahol... Izé. De hát most, hogyha azt is egyre jobban betöltik, akkor mi marad? Tehát milyen szektorban várhatjuk azt, hogy nyilván mondod, hogy olyasmikben, amiket most meg el sem tudunk képzelni, ezt értem, csak milyen jellegű tevékenység lesz az, hogyha már az agymunkát is nagyon sokszor veszik. Én, én nem akarok úgy nagyon pessimista lenni, mert én is azt gondolom, hogy nem elveszik a munkát, hanem megváltoztatják a munkát. Például a jövőre is lesznek, jövőben is lesznek ügyvédek például, holott ha belegondoltok, az tipikusan egy olyan dolog egy csomószor, amit tök jól lehet egy csomó mindent algoritmizálni. Tehát, hogy könyvelés egy, 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 ügyvér, könyvelés, még jobb példa, de ugye akár egy ügyvér bojtárnak a, a munkáját, azt milyen jó, milyen nagy mértékben át tudja venni egy, egy, egy mesterséges intelligens asszisztens, aki meg tudja érteni, hogy mi ez a jogi helyzet, és azonnal ki tudja megnézni, hogy hol van ebből a szempontból releváns ízé, paragrafus, meg melyik, meg legenerálja, csekkoli, hogy, csekkolja, hogy nincs ellenondás. Tehát ezek tipikusan olyan feladatkörök, amik szerintem 10 éven belül tök jól el fognak tudni végezni a mesterséges intelligenciákkal. Ettől még egyáltalán nem gondolom, hogy megszűnne az a munka, hogy ügyvéd, még azt sem gondolom, hogy megszűnne az a munka, hogy könyvelő, hanem egyszerűen megváltozik. Ne, mert, mert az... a, a munkakör fog megváltozni igen. szerintem. Tehát igen. ennek az ellenőrzés fog menni Pontusan. inkább. Pontosan, igen. Meg meg karbantartása. Tudjátok, hogy kik, az, kik voltak azok a luddisták? Nem. Ludditák. Hát a, a ludditák a, a géprombolók. Így ugye? van. Aki a... ugye a Lud nevű csávó volt az egyik főkolombos. Fő és ugye ez, ez az ipari forradalom idején volt, és én, én, nekem az a véleményem, hogy szerintem tuti, hogy ilyen lesz most is, tehát akinek a mesterség és intelligencia fogja munkahelyét megszüntetni, tuti, hogy lesz ilyen mozgalom, amelyik robotokat fog ölni. <síns> Igen, igen, csak nehéz, nehéz ezt megcsinálni. Ne, Neoluddisták. Igen. igen, igen. Érdekes, mert hogy ugye az van, hogy, hogy nem lehet annyira rámutatni, hogy hol van. Tehát a ChatGPT például az nincs valahol, tehát hát ott a felőben. Tehát mit, tudom én, tönkre lehet tenni egyes számítógépeket. Akkor viszont az, de hogy konkrétan a mesterséges intelligenciát, azt ugye általában nem úgy kell majd elképzelni, hogy betotyog a C3PO, meg az r 2 d meg ilyenek, és, hanem hogy, tehát nem lesz ilyen kézzel fog. Nyilván ez olyan is, de hogy igazából felhőbe, minden ott van a felhőben, az összes emlék. De olyan nincsen, hogy felhő, csak valaki másnak a Na ez az, így van. De azt meg nem olyan értelemben mégiscsak jó, jó analógia a felhő, hogy nem tudod körülhatárolni, hogy hol a széle, meg hogy hol van meg hogy De igazad van, persze, lehet, hogy az lesz a vége, hogy felgyújtanak ilyen ézéket, ilyen központokat, nagyobb szervereket, hát akkor meg a Jóisten irgalmazva nekünk, tehát én már önmagában attól parázok mindig, hogy mondjuk egyszer csődbe megy a Google, vagy valami olyan támadás érje a Google-nek egy nagyon fontos szerverét, ahol mindannyian mindenféle adatunkat tároljuk, hogy olyan adatvesztés jön elő, hogy, hogy sírdogálni fog mindenki, aki nem nyomtatta ki a könyvét, vagy, vagy nem, nem véste bele egy kőtáblába, vagy nem töltötte fel a holdra, mint ahogy azt az Avi mondta. Ugye a kriptovaluták is ezért használnak ilyen hard walleteket, hogy hmm. a neten tároljad, mert ugye ez eléggé könnyen Aha. megtámadható. De úgy most nem, nem árulok nektek megint el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy az autókban is, tehát konkrétan én már a még olyan munkakörbe dolgoztam, akkor olyan főfékhenget fejlesztettünk az autóhoz, amelyikben egy külön ECU volt, ami számítási kapacitást vehet át az autóba. Tehát egy, egy autót úgy kell képzelni, hogy van 7 ECU benne, és azok egymással dolgoznak, és van egy ilyen elosztó, kapacitás elosztó modul, ami mondjuk, amit úgy kell elképzelni, hogyha egy autó mondjuk megy, és Kijön el egy másik, akkor van ez például az a, az a collision warning, hogy, hogy akkor vészfékkel megáll az autó, hogyha kijön elé valami. És hogyha éppen leterhelt a dashboardnak, tehát a, a, a műszerfalnak a kompjútere, akkor lehet, hogy ezt az ABS fogja kiszámolni, vagy lehet, hogy ezt a hm. kormányzásnak az ECU-ja fogja kiszámolni. Tehát, hogy így mindent eloszt az autóba. Ezzel beszállítunk, aki ezt ezt csinálta, neki van egy olyan ilyen részlege, most visszatérve arra Norbi, amit te mondtál, hogy új munkáják, hogy kiberbiztonsági része van ennek, ami konkrétan arra megy rá, hogy ne tudják meghekkelni, tehát hogy ne, ne tudják azt csinálni, hogy rámennek az autót fékére, és mondjuk 180-nál befékezik a bal első kereket. Mert meg tudnák csinálni, mert jelenleg ezek már olyan olyan eszközök, pont az önvezetés meg az elektromos autó miatt, hogy jelre megy, tehát nem mechanikus kapcsoló által működik, hanem elektromos jelre működik, és simán meg lehetne ekkelni. És ebbe is belegondolni azért pont a film kapcsán, tehát ugye úgy, úgy, szenvednek balesetet, hogy, hogy átveszi az irányítást valami az autó felett. Ez már a jelenlegi autóknál is lehetséges. Tehát volt egy ilyen a YouTube-on is fel van egy ilyen videó, hogy egy autónak rámentek erre a rendszerére, és mondjuk megy 150-nel az autópályán, és kormányzárat rárakják például, elindítják az ablaktörlőt, meg ilyenek. Szóval ez elég, elég félelmetes szerintem. Hát ez tényleg az. Hát ez több, több mint félelmetes. Tehát, hogy ha mondjuk arra gondolok, hogy egy ilyen autóban mondjuk beletegyem a családomat, gyerekeket, és akkor tudok róla, hogy ilyen megtörtént. Mert mint nyilván erre nagyon kevés az egy pont veled, de hogyha már volt egy precedens, akkor azért ez... Tehát, hogy többször is meggondolja az ember, hogy akkor biztos ne egy, nem tudom, egy húsz éves, de jó állapotú autóval menjek, ami, ami analóg ilyen szempontból, hogy távolról nem lehet semmilyen módon hozzáférni. Tehát, hogy... Jó, de arra is van precedens, hogy valakinek véletlenül van egy váratlan epilepsziás rohama, vagy véletlenül részegenül bevezetni, vagy ilyenek. Vagy megáll a szíve. Vagy megáll a szíve. Jó, most az véletlenül részegen beülni az mondjuk, hogy már talán ez nem annyira... Nem... <laughs> az... nem is vettem észre, hogy ittam. ez akkor már nagyobbak a bajok. De, de, de az van, hogy, hogy, persze, tehát a kérdés megint az, hogy milyen valószínűséggel fordulnak elő ilyen események. Persze önmagában jó, rossz, hogy de minden pajzson vannak rések, csak azt akarom mondani. Abba is, amiben old school módon mi vezetjük a személygépjárművet. Tehát általában azt szokták mondani, hogy az ember a leggyengébb láncszem minden mérnöki rendszerben, ami ilyen csúcs dolog. Meg minden folyamatban minden tervelői ja. folyamatban. Hát mert emberek tervezik. Na jó, de, igen, de a hacker is ember. Tehát az a vicc, hogy, hogy természetesen az van, hogy, hogy persze, hogyha valaki direkt rosszindulatúan meg akarja hackelni ezt a dolgot, akkor tényleg egy új lehetőség nyílik bűntények elkövetésére azzal, hogy meghekkeled másnak az elektromos autóját, és neki vezeted a falnak. De a mérnök legjobb barátja a biztonsági tényező. Aha. Tehát ugye régen például, amikor még az a, a mérnök ugye az csak épített, akkor ugye úgy tesztett, csinált, tervezett egy hidat a mérnök, és az volt a teszt, hogy utána, amikor kész lett a híd, akkor átmentek rajta a max terhelésen, és neki alá kellett állni, és hogyha ő, ő tudta, hogy ezt tartani fog, akkor simán alá állt. És ha meg mondjuk elfutott, akkor tudták, hogy le kell nyilazni, mert nem, nem mondott igazat, nem úgy térésztem. Jó, hát értem, hogy a mérnök... Igen, csak egy csomószor az, ugye az emberi képzelőerő mond csődöt egy csomószor. Tehát nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenre gondolni, és főleg, hogyha, hogyha, bejön a mesterséges intelligencia a képbe, vagy a gépi tanulás, akkor, és nekem is ez az egyik fölgodalmam, hogy túljár a tervezők eszén olyan értelemben, hogy, hogy nagyon sok olyan teszt van, és erre tudom ajánlani de a Two Minute Papers nevű YouTube csatornát, ami mesterséges intelligenciáról szóló cikkeket mutat be, a angol nyelven, bár magyar akcentussal, szóval valószínűleg magyarok csinálják, de, de marha jók. Például ilyeneket, hogy, hogy, hogy ugye számítógépes játékoknak a szabályait megtanítják egy, egy mesterséges intelligenciának, és, és hát hadd játszon. És akkor olyan, olyan hekkeket talál föl, amire soha nem gondoltak volna azok, akik írták a programot. Tehát nyilván ő neki, vég, ugye végtelen sokszor próbálkozik, aztán tanul belőle, tehát semmi izé nem történik, tehát igazából csak, csak baromi gyorsan végig tud játszani egy csomó játékot, és ezért gyorsan fejlődik, meg így rohadtul ráér. De az a vicc, hogy tényleg oly, olyan megoldásokat, hogy egy labdát hogy lehet A pontból B pontba eljuttatni, felfedezett egy olyan izét, amit egyáltalán nem gondoltak azok az emberek, akik írták a játékot, hogy így is lehet pontot szerezni. Szóval, hogy az a rossz, hogy a célfüggvényt nem tudjuk egy csomószor annyira bölcsen definiálni. És akkor jöhetnek ilyen izék, hogy hát hú, oké, hát mondjuk, igen, nem írtuk bele, hogy az utasnak életben is kell maradnia. Mert egyébként tényleg arra van a legrövidebb út, csak hát izé, nem volt beleírva, hogy nem lehet a gyorsulás 12G-nél nagyobb a kanyarban. Tehát, hogy érted, <laughs> ez, ez a nehézség. Ez van egy nagyon jó sztorim, de a reklám után meghallgathatjuk. Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá? Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépj be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban, Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis. amit az előbb mondtam, Miki, ahhoz kapcsolódik, ezt nem tudom, lehet, hogy hallottátok már, hogy volt egy ilyen kísérlet, hogy egymásnak eresztettek három ilyen mesters és intelligenciát, és hogy egy idő után elkezdtek felfelődni olyan szintre, hogy kifejlesztettek egy nyelvet maguk között, hogy már a programozók sem értették, és akkor le kellett kapcsolni, mert elindult nagyon rossz irány. Az mit jelent a nagyon rossz irány? Hú, ez elég hátborzongató. Elkezdtek összeesküvést hát, szervezni. Hát, elkezdenek egy olyan olyan nyelvet kifejleszteni, amit nem ért a programozó, az szerintem nem jó irány. Ez így van, igen. De ez durva, hogy ez ilyen spontán módon megtörténik. Ugyanakkor mondjuk a paksi atomerőműbe a, a kadmium rudaknak a mozgatásáról számító épek szavaznak. Uh -huh. Mert azt viszont nem lehet rábízni emberre, ugye, Cserhóbi miatt sem. Igen. Tehát nagyon, nagyon érdekes dolog ez szerintem. Viszont egy kérdésem lenne Norbihoz, tehát ugye van itt ez a kis stem, ez a mikrocsip. Ugye ezt, ezt beültetik a sásznak a gerincébe, ez mondjuk ez nagyon gagyin van szerintem megcsinálva, tehát ott van egy ilyen búrába, és akkor vágnak egy kicsit a gerincén, nem is nyitják fel a gerincét, ugye ennek úgy lenne értelme, hogy konkrét az ideg rakják bele, de csak rárakják így a csontjára, így oda mint a kutyáknak, ugye, amikor belerakják a chipet, és akkor onnantól kezdve így visszavarják, és ez egyből föláll. Tehát, hogy ennek ennek ilyen tudományosan realisztikus alapja, vagy valami lehet szerinted, Normi? Hát nézd, az ilyen <coughs> sebészeti beavatkozásokkal nem vagyok azért annyira tisztában annyi biztos, hogy hát egy pár hónap azért ott eltelt. Már nem is emlékszem, ilyen fél-három-hat hónap a baleset és a, és a műtét között. Tehát, hogy egy picit azért ott volt idő. Na most azért ennyi idő már bőven elég arra, hogy, hogy az izmok annyira elsorvadjanak, hogy azért itt, itt tehát ugye sokszor van az, hogy már egy, nem tudom, egy komolyabb lábtörés után is komoly fizikoterápia kell, hogy megint olyan állapotba kerüljön, hogy, hogy terhelni tud, stb. És azért ezek hónapok, ha nem évekbe telik, hogy vissza, vissza tud szerezni az eredeti erőnyeket. Vagy egy rövid űrutazás után is. Ugye. Így van, így van, így van. Úgyhogy ilyen szempontból azért, hogy ott ö, már fel, és akkor elkezdett már rohanni, és nem tudom, ott a futógépen, igen, ez, és még ez fel is kapcsolt egy volt. kicsit neki, hogy akkor nézzük, terheljük egy kicsit még ezt a... Ezt meghagynám nyilván ilyen dramaturgiai fogás, egy kicsit pörgessük fel a filmet, most ott, hogyha megint nekiállunk ö, egy montást megnézni, hogy 6 hat hónapig ott ö, tornázgat, az nyilván ez kilendített volna, és az előnyei közé sorolnám, hogy viszonylag rövid ez a film. Tehát ilyen egy óra 40 perc, vagy hogy ilyesmi, kifejezetten ilyen, ilyen baráti Hogy én így arra vagyok kíváncsi, hogy ez a stem, ez úgy néz ki, hogy van egy csíp, és abból kilógnak ilyen csatlakozók. Tehát <laughs> Igen, most kis, van, kis van, rajta, van rajta mondjuk 30 láb. Az, az, az nekem, mint átlagos uh, mérnöknek, az azt jelenti, hogy akkor az input-output az vagy 15-15, vagy én nem tudom, hogy hogy vannak ezek, mert nem értek hozzá. De hogy most ha ezt ráteszik egy gerincre, akkor ez, tehát konkrétan ez, ez, minden egyes kis lábnak kéne mondjuk egy, tehát mondjuk az egy, egyik, egyik az a jobb kéz, másik a bal kéz, egyik a jobb leb, másik a bal leb, értitek, hogy így, nekem így lenne logikus. Hát arról nem is beszélve, hogy természetesen ugye látjuk, hogy itt azért ennél komplexebb lesz a helyzet, mert ugye lényegesen többet csinál ez a csíp, mint a végtagok mozgatása. És rezekteti a dobhártyáját belülről. Ugye. <laughs> azt is. Ja. Mert ugye így beszéltet tehát azt úgy beszél a, a grejhez, hogy azt csak ő hallja. Igen, de én azt hittem, hogy nem rezektet az semmit, hanem közvetlenül az agynak a halló központjába van bekötve. Hát egyszer mondja is ezt, Sten. Igen. Ugye Norvi, hogy, Aha, hogy, rezektetem jó, a számít, Igen, de ez egy kicsit gagyi megoldás akkor. Mert ugye nyilván, amikor a végén ugye ebbe az álomvilágba belerakja a csávót, az sem úgy történik, hogy a retina elé tol egy videót. <laughs> de vizet... közben volt egy hekkelés, tehát igen, azt ezt hogy akkor, akkor borult el aztán. Na jó, oké, okay, csak hogy technikailag képes kell, hogy legyen arra, hogy közvetlenül az agynak azokba a központjaiba van bekötve, ami minket érdekel. Tehát, hogy, hogy ezért, hogy gondolom, hogy a, a képi ingert sem úgy csinálja meg, hogy, hogy a szembe szemet pirizgálja, hanem valószínűleg egyből a látó központba ide hátra van bekötve, és uh, on, on, szóval így, így kéne csinálni. Most a tervek szerint ugye ez így néznek ki, és valóban igazad van, hogy hát azért sokkal több lába kell, hogy legyen egy ilyen processzornak, meg baromira nem így néz neki. Na de hát ez az, ahogy egy néző elképzel egy mikrocsipet. Hm. Tehát, hogy ugye gyerekkorunkban így néztek ki az integrált áramkörök, most is így, tehát most valahogy így néznek ki, ja, hát és akkor. De igazából az úgy néz ki, hogy akár a mézga családba is benne lehet. De azt tényleg jó, jó rátapintottál. É, nem, 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 tudom, no, Norbite láttam, láttál, mert mondjuk egy, egy okos telefonnak, hogy néz ki a, a csípje, vagy, vagy ilyeneket. Mert én, 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 még ugye én leragadtam így a PC-knél, amikor tizenéves koromban még kicseréltem a videókártyát, akkor ilyenek voltak benne, de szerintem most már azért mikroszkóppal maximum mikroszkóppal látod így a lábakat egymás mellett. Hát igen, azért a, ezeknek a fejlődése és a méretei ezek már, tehát hogy ilyen nanométeres, ugye nanométerekben mérhető, tehát hogy ilyen néhány, néhány atomi méretű, úgyhogy ez nem most, elektromikroszkóppal nem, 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 tudom, hogy ezeket így, így lehetne látni, úgyhogy tehát méretben ezek persze nem, nem így néznek ki, de az is lehet, hogy ez egy ilyen hatalmas egység, és azon több, több milliárd, vagy milliárdszor milliárd kisebb egység foglal helyet. Ez is kétséges, igen, ennek a beültetése és ennek a működtetése, de én eddig el sem mennék, tehát hogy már azok, arról még nem esett szó, hogy ugye nem csak ilyen csippeket, hanem egész nagy fém dolgokat, fém darabokat, fegyvereket is építenek be, ahhoz képest jóval, ha lehet ilyet mondani, jóval manuálisabb, jóval analógabb dolog, tehát, hogy így a karodba egy lőfegyvert, Ez lehet, hogy jobban, jobban tudod, Géza, de szerintem egy picit megnehezíteni így a csukló és esetleg a könyök mozgást, hogyha egy akkora fegyver belenne építve a karomba, tehát nem tudom, hogy mit tudnék vele csinálni, azon kívül, hogy egyenesen hát tartom. Szervó, szervó, szervó motorokkal, mint <laughs> egy exoskeleton, tehát végül is meg lehet Tehát te ez, 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 már nagyon elment ilyen X-Men X -Men világba, tehát nekem, nekem az egészen az a bajom, hogy jövőben vagyunk, tehát olyan szintű high-tech minden, hogy uh -huh. Azon kiakadtam, olyan tud tüsszenteni a robot, hogy kis kaszák vannak a a takonyba, és az, az bemegy a másik tüdejébe és megöli. Tehát, hogyha itt tartunk, de olyan szintű fegyvereket építenek az emberek karjába, ami egy sima központi gyújtású lőfegyver. Tehát mi? Nem értem, hogy az hogy jön ide. Tehát ez tipikusan olyan, ilyen megint az ellentét a filmbe. Tehát miért ilyet raknának bele? Tehát konkrétan ez már köztudott, hogy manapság olyan szinten láthatatlan fegyverek is vannak, ami mondjuk, amiben csak vizet töltesz, és a vízből csinál e, nagy sűrűségű jéggolyót, és levegővel lövi ki. Tehát úgy tud, úgy tud egy másik embert, hogy annak nem lesz nyoma. Ez, ezt én nagyon nem értettem ezt a részét, hogy ez, ez miért kellett. Ez, ez a steampunkos rész szerintem, amit így belehoztak. Kicsit indokolatlanul. Igen, ezt akartam, hogy az egész egy ilyen cyberpunk dolog, Igen. ugye eleve, és, és ahhoz képest Tényleg, tényleg vicces, hogy vannak benne ezek a retro dolgok, ez kizárólag műfai dolog. Tehát én nem hinném azt, hogy ez itt valaki, hogy céljuk lett volna, hogy egy ilyen koherens jövőképet végig gondoljanak, de másrészt te magad világítottál rá arra, hogy miközben jelenleg is mindenféle csúcstechnológia van már, ehhez képest most mondtad, hogy, hogy a szomszédban zajló háborút, meg esetenként ugye ilyen 80 éves technológiákhoz nagyon hasonló technológiákkal vívják, legalábbis az egyik oldalról hát, hogy végül is ugye vannak olyan területei a világnak, ami nem fejlődik olyan gyorsan, mint a másik területei, és ez néha komikus dolgokat eredményez, de szerintem én, aki nem vagyok veled ellentétben, baromira nem vagyok fegyver fegyverszakértő, én, mint egyszerű néző, ezen például egyáltalán nem ütköztem meg. Tehát nekem nem tűnt ez olyan ordítóan hihetetlennek. Hogy, hát meg hogy... most gondolj bele, tehát egy, egy olyan fegyvert elsüt, az, az hőt fejlesztett, az a szöveteket, de az nem bírna egy szövetbe beépülni. Tehát, hogyha ja, persze, egy persze, persze. Ilyen persze. szintű fegyverrel lősz hármat, négyet, tehát olyan meleg lesz hogy vagy nem bírsz hozzáérni. Plusz a másik, hogy azért a sima de nem véletlenül vannak az orvosi fémek. Orvosi filmek azért vannak, mert ezt nem eszi el a szervezet. Tehát azért nagyon korrozív a, sz a szervezetnek. A... Na jó, de ilyen titánium ötvözetek, amiket beraknak az emberek lábába, meg a csípőjébe, azokból lehet fegyvert. Jó, fogadjuk-e, persze, ja. biztos abból van. Tehát, hmm. na mindegy, nem <laughs> tudom, ez, ez ilyen kicsit fura. Tehát ezt ez meg lehetett volna, de ennek látvány eleme volt. Tehát ugye ez nagyon jól, jól uh -huh. nézett ki, amikor kitörte a srác karját, és a saját kezébe épített fegyverrel lőtte szét a fejét. ja igen. De ennyit, észrevettétek, hogy mennyire horrorisztikus irányba megyünk itt ebben nagyon az évadban? Tehát ez már a harmadik olyan vérben fröntosos, fröcsögös film, amit kibeszélünk most. Tehát nem nem véletlen a készítője az első fűrész filmnek a készítője, úgyhogy azért itt volt mm. egy-két olyan Hát, hogy wow, amikor a, a kés késsel az első áldozatát késsel elbánt mm. vele. Uú. Igen, az, az, az látványos. Nem véletlen, van. hogy nem véletlen. Hát igen, igen. A fűrész azt a mindenit. Na remélem, azt nem beszéljük ki soha. De mindegy, visszatérve ezekre a nanorobotokra, azért az tényleg elég menő, nem? Hogy oda hapciszta a bár, bárpult, a, bár, a csapost, ugye lehapciszta az illető és ezzel a hapcival gyakorlatilag olyan kis izék repültek bele, amik belülről széjjel kaszabolták. Nanorobotok, amik kinyitották Igen, hát azért ezen azért felröhögtem. Tehát oké, okay, tehát a nanorobotok azok léteznek, tehát már most is léteznek, persze nem, nem ilyen célral, de persze léte lehet ilyen nanotechnológiával ilyen eszközöket készíteni. De, azt, hogy, de, de ugye észrevettétek, hogy ez úgy kb. rögtön hatott. Igen. Tehát, hogy lehapciszta a csávot, és akkor ez a ez a néhány ezer, vagy nem tudom mennyi lehet, néhány ezer kis odahapcizott kis mikro, mikro robotka elkezdte szétfűrészelni belülről a csávót olyan módon, hogy hip-hop azonnal összeesett, tehát ezért... Szóval még ha az lenne a sztori, hogy valami olyan el, módszeresen elkezdenek valami szöveteket roncsolni, és néhány hónappal később rosszul lesz az ember, azt meg úgy el tudnám hinni, és ez simán, ú, wow. Bár akkor már, ha nanorobot, akkor természetesen ennek az egyszerűbb verziója a laborban kifejlesztett vírus. Tehát, hogy a vírus gyakorlatilag egy nanorobot. Kis kaszás nanorobot, ugye azért van az embernek az orrába szőr, hogy az elakadjon benne. Tehát... Hát igen, jó, de lehet, hogy 2050-ben az lesz a divat, hogy szőrtelenítik az orrokat gyantával belülről. <laughs> Még a csaposok is a, a gettóban. Tehát a van steampunk ez kocsmában. A ja. steampunk kocsmában, a cyberpunk világban. Igen. <laughs> de össze... Viszont ez, ez, is, ez is érdekes sztori, hogy ugye beszél, beszéltem Gray hez de hát azért ő se tudja először, hogy ez, ez, most megőrült, tehát hogy ő, most megőrült -e, vagy sem. Egy ilyen belső hang kezd el beszélni hozzá, és akkor ő mutatja meg, hogy most ide nézi, ezt csináld, azt csináld, azt csináld. Azt csináld ez is ilyen érdekes Megkülönböztethetetlenné vagy... Megkülönbözthethetetlen válik a skizofréniától ez a dolog egy idő után. És egyébként tényleg, tehát a, konkrétan ugye a John Nash is halúzott olyat emlékeztek, még a Csodálatos elmében, amit valamilyen, valamilyen okból sose beszéltünk még ki, pedig szerintem egy alapfilm, a, 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 a Csodálatos elme Russell Crowe-val, és ugye, ugye 50-es években a matematikus Szintén voltak neki is olyan elképzelései, hogy meg csipet ültettek az agyába, és meg is próbálja a filmben kikaparni a csipet a kezéből. Persze. Először még csak azt mondja, hogy ez csak az azonosításához kell ez az a chip, de aztán később előjön, és a filmben is elhangzik, hogy a csipen keresztül próbálnak irányítani, és az igazi John nash is megtörtént ugyanez. Mondom, az 50-es években, tehát ő konkrétan mondott olyanokat, ez nem került bele a filmbe, hogy ott földön kívüliek irányítják egy csomó gondolatait csipeken keresztül. És most őszintén szólva, hogyha valakivel ez tényleg megtörténne, az tényleg megkülönböztethetetlen lenne egy mentális betegségtől. Ez így van, ezt ez, ez találom. Teljesen. Mint ahogy a csodáktól megkülönböztethetetlenek ezek a dolgok, tehát a Kejfelés jár, ugye? Megjelenik a filmben, hoppá, tehát és ez csak a, és akkor Elon Musk ez az új, vagy nem, bocsánat, annyira tudom, hogy erronnak hívják a Csávot, annyira egyértelmű az utás. Eron ki. King. Ő azt mondja, hogy lényegében, hogy Kejfelés jár, és akkor ő föl és jár, és akkor ez így működik. Nekem, nekem az jutott még eszembe, igen, ezekkel a implantátumokkal és, és beépíthető dolgokkal, ugye, hogy e, én már ezt már beszéltünk, hogy a technológia önmagában se nem jó, se nem rossz, és amikor még arról beszélünk, hogy mondjuk beteg, vagy sérült embereknek, ugye, beépítenek ilyen dolgokat, hogy ugyanúgy e, teljes életet tudjanak élni, lássanak megint, halljanak megint, végtagok, stb., ezt Tök jó, és nyilván ez támogatandó, de ugye mi van, amikor már elérkezünk a, 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 addig a részig, hogy, hogy mondjuk ártalmas célzattal, vagy katonai célzattal fel, feljavítjuk olyan szintre, ami úgy, most sosem volt, tehát hogy lássunk infravörös tartományba, halljunk még távolabb, fussunk még gyorsabban, és akkor nyilván ezt ezt harcászati háborús tevékenységre is használni, olyan sokáig nem is kell menni, az arra is biztos haltatok, hogy ö, Kipcsok, a, a maratonfutó srác, amikor ugye elsőnek lefutotta két óra alatt a maratont a Nike-nak az, az új fejlesztési sneaker cipőjével, tehát ugye ez még nem is arra beszélünk, hogy, hogy emberi implantátum, egy egyszerű cipő, és ugye annyival jobb volt, hogy, hogy utána az betiltották azt a cipőt. Úgyhogy ezeknek a, a, az elterjedését azért tehát erősen jó esetben erősen szabályozzák, meg szabályozni fogják, mert innentől kezdve ez nagyon hamar el tud menni olyan irányba, hogy igen, aki gazdagok, meg ezeket megengedhetik maguknak, akkor hirtelen, hirtelen elkezdenek ilyen dolgokat Ez a dél-afrikai csodafutó, akik ugye lecsuktak 15 évre, az Oscar Pistorius, emlékeztek, ugye, aki, uh -huh. aki konkrétan ilyen műlábbal futott, és így, így lett, ugye, annyira gyors lett, hogy igazából konkrétan ki kellett zárni. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, Amúgy maga ez is, hogy, hogy belerakva, be, hogy, hogy ehhez ti mit szólnátok, hogyha lenne az a funkciója a stemnek, hogy, hogy lenne nektek is egy ilyen, aki így mondja a tippeket a fejedbe. Tehát tényleg olyan, mintha egy másik, mintha lenne egy haverod, vagy egy ilyen súgó, ami mindig mondja, hogy mi van, ellátna a szükséges adatokkal, tehát egy fejbe épített De, hogy szíri. Számolna, számolna, és mindig mondaná, hogy mi a legoptimálisabb Igen. döntés. Hát ti egy ilyen -e el együtt tudnátok élni? Mert igazából ezt csináljuk, mert a kütyűtől lehet karált, hogy Sziri mond meg, hogy hol van a legközelebbi McDonald's. Csak hogy a, ez, a, ugye a fejedbe bele lenne építve, és akkor pofázna hozzád, ha akarod. Ez például egy ilyet de be tudnátok vál, vállalni? Mert mindig gondolkoztam, hogy milyen lenne, hogyha az ember mondjuk elérhető lenne, hogy plusz tudást rakjunk be az emberekbe. És én mindig úgy gondoltam, hogy izért megveszem azt a, izé az Elon Musk-tól, vagy a, a, hogy, hogy, izé, hogy tudja kínaiul, és akkor leszállítják ezt a csomagot, bedobom a, fejem hátulján levő USB portba, akkor feltöltik a szoftvert, és akkor onnantól kezdve én hopp tudok kínaiul. És akkor igazából... Vagy elő, előfizetsz egy hétre, ami kín vagy kínába kín, tudja kínaiul. De én ezt így gondoltam, hogy, hogy, hogy ez így működik, hogy egyszerűen csak tudom de a filmben meg úgy jelenik meg, mint hogyha fejeden belül pofázna hozzád egy asszisztens. És szerintetek melyik, melyik lenne a valósabb, meg hogy melyikkel tudnátok együtt élni? Na, én, én csak gyorsan reflektálnék, amíg, még Norbi gondolkozik, hogy, <laughs> hogy, hogy amit mondta, ezt a földön kívüliek irányítanak, meg minden, hogy itt azért az elinte mindig engedélyt kért a Stan. Uh -huh. És amikor azt mondta Grey, hogy, hogy most már takarodja fejemből, akkor elment. És valahogy utána valahogy így rászokott a srác, hogy ezért nem is rossz, hogy ő így segít neki. Mert ugye tegyük hozzá, hogy ez nem a mindennapi dolgokba kell segíteni, hanem egy nyomozást kellett végigvinni, ami hogyha nincsen aztán, akkor ő nem fog visszatérni. És ugye ezt a végén is mondta, hogy Konkrétan abba segített neki a STEM, hogy megtalálja a temet. Uh -huh. Tehát ilyen önmagába visszatérő cselekmény lesz az egészből. Hogyha nekem olyan munkám lenne, hogy nyomozó lennék, és mondjuk folyamatosan rejtés-gyilkosságok után kellene kutatnom, lehet, hogy egy ilyen jó jönne. Most te minden napokhoz hát. Én is, én is azon gondolkoztam, hogy milyen megkülönböztetnék élethelyzeteket, tehát munka miatt esetleg használni, mint most is, ugye amikor megjelent ugye a Chat GPT nem régen, akkor több helyen mondták, hogy betiltják, meg iskolákba is, hogy nem lehet használni, és szerintem nem feltétlenül a tiltás amúgy az elsődleges, vagy, vagy hogy az, az, megoldás lenne. Tehát minden esetre, hogy van olyan élethelyzet, vagy munkakör, ahol persze kifejezetten, sőt, lehet, hogy egy idő után ez, ez nem is lehet majd csinálni bizonyos munkákat. De mondjuk, nem tudom, egy egy a szerelmi életemet, vagy amikor itthon vagyok, és családommal beszélgetek, ott nem biztos, hogy a, nem tudom, matematikailag legjobb és optimális választ akarom adni, hanem csak egyszerűen szépen beszélgetek. És belesugna a füledbe, hogy, 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 hogy a csajnak hogy a legjobb. fog meg a lábát. Igen, ezeket. Jaj, Képzeld el. Nem, 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 láttad? nem láttad? Más nem, a haja. más ja, Igen, a haja. tényleg ezeket is. Dicsérd Köszön meg. meg. Dicsérd meg. Furcsa, morális kérdés, nyilván, no, mint sokszor visszatérünk, tehát, hogy és akkor önmagad adod, mennyire az önmagad, mennyire nem. Valamennyire be fog szivárogni. Szól a Facebook, hogy születésnapja van mm -hmm. valakinek, haj, de jó, hát elfelejtettem, akkor írok neki. De akkor már az ember valamennyire ezt ezt várja is, vagy olyan szempontból tisztában vele, hogy hát biztos csak azt szólt neki, mert ő is használja ezt. És akkor ezt magától gondolt? Én persze, magamtól gondoltam. Úgyhogy elég vicces szituációkat szülhet egy ilyen. Ez így van. Tehát, hogy me, persze, mivel mindenki használja, ahogy mondod, ezért ez az értékek átrendeződéséhez vezet. Például én, akinek nincs kiírva, hogy mikor van a szülinapom a Facebookra, én baromira nagyra tudom értékelni, hogyha valakinek eszébe jut, és akkor tudom, hogy fú, akkor meg is döbbenek, hogy úristen, ez tudja, ez mennyire durva. De hogy nyilván, aki ki van írva, és kap 138 üzenetet, hogy az meg nyilván ugye az azt jelzi, hogy hát oké, okay, mindenki használja ezt. De ennek megfelelően ez az ember nem is fogja úgy értékelni, hanem egyszerűen mondja, hogy ja, hát igen. Ez, tehát minden leszállítódik a magának megfelelő értékre, más, 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 fog, más, tekintünk majd figyelmességnek egy olyan világban, amikor természetes lesz, hogy a fejünkben lakó asszisztens szól a fiúnak, hogy dicsérd meg a haját, és hogy mivel mindenki ezt csinálja, ennek kezdve Ugyan, hogy elvesztik a jelentőségüket, ezek a dicséretek formalizmusá válnak, mint amikor Amerikában megkérdezik, hogy hogy vagy. Ami a köszönésnek egy része, és tilos rá válaszolni azzal, azon kívül, hogy jól sehogy. Tehát, hogyha előszeded ott a röngenképeket, meg jössz a medical historival, meg ugye, hát most is milyen leletet kaptam, akkor nagyon szemrehányó tekinteteket kapsz. Tehát kb. Kár... Ez a mizu is semmi. Igen, igen, igen. De ilyennél fog válni minden. És kérdés az, hogy mi az, ami be tud jönni a helyére? Mert a munkahelyek tekintetében tök optimista voltál, hogy majd lesz valami tennivaló helyette, úgyhogy nem fogjuk elunni az agyunkat a Földön. De majd akkor lehet, hogy, hogy majd akkor az emberi viselkedésből is olyasmit kell behozni, amit csak mi tudunk, és azt kezdjük el majd értékelni. Hát, de nem tudom, mi az. És ugye, hogyha megint csak egy jelentét a filmből, tehát ugye ott van a Cortez nyomozó, aki azért elég jó nyomon halad. Tehát ő nagyon is sejti, hogy itt, itt, valami turpisság van a dologban, de Stem mindig előtte tud lenni egy lépéssel, és mondja neki is, hogy most mit mond, most tagad le. Most ezt mond, most azt mond, most amaz mond. És ezért nem tud fogást találni rajta Cortez, és ugye a végén ugye az, az, az a jelenet, amikor végül ugye megöli cortez -t de ott, ott, azért nagyon, tehát Gray nem akarja megölni, és Stan pedig megöli. Ez is, ez is ilyen érdekes motívum a filmben. Amúgy most Miki még visszatérve erre, hogy mi ki tudná használni, ezt az autószerelők azok nagyon-nagyon tudnák használni ezt a Stemet. Meg gondolod, hogy egy új autó, aminek semmi problémája nincsen, csak kidob egy check engine-t egy kóddal, és tenna konkrétan a, a, a jármű diagnosztika az nagyon-nagyon kemény dolog hogy te tudjad, hogy sok hiba, tehát több hiba tudja ugyanazt a kódot hozni az autóban, és neked csak a tapasztalat az, amit használni tudsz. Tehát ezzel mi is nagyon sokat szívunk így az autóiparban, hogy van több hiba egy adott alkatrésznél, de az autónál nem lehet mindenre egy hiba kód, hanem gyűjtő hiba kódok vannak, ebből is nagyon sok van már, de abból a, abból a szerelőnek kell visszakövetkeztetni, hogy most mit cseréljek ki. És hogyha ezt tudná ez a STEM, hogy figyelj, nézd meg a részecskészűrőt, nézed meg, ott biztos ott a hiba, tehát egy ilyen logikai láncot vissza, vissza tudna fejteni, ez szerintem rohadtul. Ö, nekem is ez teszem eszembe, igen, tehát hogy, hogy a, a munkahelyek tekintetében, és a, a rendőrnőnél is ugye ez volt, hogy neki ugye még nem volt ilyen technológia nyilván senkinek, és ezért nem tudta felvenni vele a versenyt. És um, hogyha egy, egy Black Mirror epizód ugrik be még erről, amikor már mindenkiben volt valamilyen chip, és gondolati síkon gondolatban tudtak beszélgetni. Igen. De még nem terjedt el teljesen, még volt egy csomó ember, akinek ezek nem voltak beépítve, és akkor vacsorázni próbáltak, beszélgetni, és akkor kínos, csendbe ülnek, de igazából csak az egyik szereplőnk ül így kínosan, mert a többiek dumágatnak, és egyszerűen kimarad ezekből lemaradsz, nem tudsz úgy teljesíteni munkába, nem tudsz beszélgetni már a családtagjaiddal, és egyszerűen rá leszel kényszerítve, rá lesz utalva, akkor jó, akkor nekem is jó, akkor megveszem az új iPhone-t. <laughs> Ez a FOMO, ugye, mi legutóbb is beszéltünk erről. FOMO. Ja. És ha már a hülye dövidítés, olyan fantasztikus volt, amikor a, a Norbi múltkor rávilágított arra, hogy a NOPE, a múltkori filmünk címe az egy betű szó, is lehet, hogy Not of Planet Earth, de azért a STEM is, ugye? Tehát ami a Ugye azt is jelenti persze, hogy szár, persze, a STEM nyilván, de valójában ugye rövidítésként meg a Science, Technology, Engineering and Math. Tehát ennek a, a természettudományok, a mérnöki tudományok és a matematika rövidítésének ugye általánosan elfogadott dolog, tehát igazából ez is vicces, hogy igazából ez juttat minket ide, és tényleg. Tehát ezt az egész nagy dolgot a tudomány és a technika, meg a matek fejlődése hozza ránk. Holland nyelven pedig azt jelenti, hogy hang. Ó, ez is nagyon jó, hmm. mert hogy a fülébe dumál. Mert egy hang. Ú, mit, mennyi réteg. Na, ugye az adás végéhez közeledve hanyast adnátok -e erre a filmre. Tízes kell lenni, adnék neki egy erős nyolc és felett. Megmondom, miért. Igazából marha jó problémákat feszeget egészen döbbenetes módon. Ugye én mindig azt nézem, hogy nyilván itt van, krimi szempontból lehet, hogy annyira nem egy izgalmas dolog, de többet is ki lehetett, több fordulatot, bár így sem, így sem szűkölködik fordulatokban, tehát lehet, hogy ugye dramaturgiailag mondjuk akkor mondom, így többet is ki lehetett volna hozni belőle, viszont azok a technikai, morális problémák, amik technikai, technikához kapcsolódó morális problémák, amiket feszeget a film, az, azok nagyon feszegetni valók, és nagyon nagy pluszpont nekem még egyszer, hogy, hogy megjeleníti benne azt is, hogy egy nagyon kettészakító társadalommal párosul mindez a fejlődés. És ezt, ezt tartom én folyamatosan a legfontosabbnak, amiről nagyon keveset beszélnek. Tehát oké, okay, hogy a mesterséges intelligencia az minden célt barmol, meg izé terminátor, meg minden izé, de hogy még emellett, még, még az emberi társadalomnak a szétesését is, nek a meglévő folyamataira is, ez is, mint minden IT fejlesztés, szerintem nagyon növeli. Nem mondom, hogy ennek így kell lennie, csak azt mondom, hogy ez így van. És, 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 jó, ez a jó, film, jó film, ez, mert segít nekünk elgondolkozni azon, hogy időbe lépjünk, hogy ne, ne, egy ilyen világ legyen, meg ne ilyen kimenetele legyen, hogy mindannyian egy Matrixban találjuk magunkat a végén. Csatlakozom Miki, Mikihez, mert nekem is kifejezetten pozitív csalódás volt. Nem, amikor elsőnek láttam a filmet, akkor nem tudtam előre semmit, csak hogy ez egy, ez egy ilyen jó lesz kifi, de tényleg olyan, olyan kérdéseket pedzeget, amik, amik tök jó és is aktuálisak. 2018-as a film, de a mai nap, sőt lehet, hogy ma még, még aktuálisabbak, és kifejezetten jó, jó ötletek. Nyilván itt most mi szétszincáltunk jó néhányat közülük, hogy azok miért nem működhetnek, de függetlenül amúgy, amúgy tök, tök jó ötletek voltak benne. Nekem így ez a, ez a stílus, ez a cyberpunkos, kicsit jövőben ez, ez egy kicsit koszos, úgy az egész, ez, ez, ez így nekem bejött. Én egy ilyen erős hétpontot erős simán adok neki. Na és te, Géza? Én úgy gondolom, hogy 10-ből olyan 7,2, megmondom miért. Tehát én még nem látom. Ez, ez... miért nem 7,3? Mert, mert ezt mindig mondom, hogy én még 10-ből 10-eset nem láttam. Tehát a nagyon jó film az 10-ből 9. A 10-ből 8, ahhoz kell valami kis plusz az ebben nem volt meg, meg mondom, pontatlan dolgok voltak, és butaságok, tehát én ezt a csípbeültetés, ez nekem nem tetszett. Na, nagyon ilyen, hogy mondjam, hogy ne legyek, ne inzultáljak senkit, tehát, hogy nagyon könnyen emészhető dolgokmal próbálja megmutatni a nagyon-nagyon -nagy vonalú gondolatokat, szerintem. Uh -huh. Attól függetlenül viszont nézhető, tehát ezért, ezért 7,2%. Azért nem 7,5, és azért nem 7,3, mert 7,3 már 7,5-re kerekíthető, ami meg már 7, ez, ami meg 8-ra. 8 az, meg már 10-re. <laughs> mert... És <tökéletes, gül> mert, mert, szerintem nincs, tehát hogyha pont mondjuk ilyen dolgokat nem ilyen pontatlanul csináltak volna meg, mint mondjuk ez a műtét, meg hogyha nem lenne elnagyolva az egész, akkor, akkor, akkor 8 lenne, de itt csak 7,2 nekem. Teljesen egyetértek amúgy Géza kritikájával, bár én már megadtam a pontomat, de ez egy teljesen jó pont. Tehát az, hogy, hogy tényleg nagyon, nagyon egyszerű vizuális eszközökkel, például a kis kaszás nanorobotok, amit mondtam, hogy én is felröhögtem, az például jól illusztrálja ezt az egészet, hogy, hogy egy valamennyire valós lehetőség bemutatása zajlik, csak annyira, klisészerű és elbarmolt tudománytalan eszközökkel itt ott, hogy mint a, mint a 16 lábú processzorocska, vagy, a, vagy, ezek a kis nanorobotok, meg a fegyverek, ugye, aminek te szakértője vagy, és ezért rögtön látszik, hogy hú, ez így gáz. Szóval, hogy, hogy ja, szóval ebben tök igazad van, igen. Egy kicsit a low budget jelleg is visszaköszön, holott nem mondhatni, hogy ez egy nagyon alacsony költséget is film lett volna de mégis azért látszik, hogy nem mainstream hollywoodi alkotás. Ahhoz képest, hogy egy ausztrál film szerintem tök jó. Na de az adás végéhez érkeztünk, tehát remélem tetszett nektek a műsor, a következő adásunk ugye május 11-én lesz, top 5 autót fogjuk megbeszélni a Skifi filmekben, ugyancsak velem, Miklóssal és Norbival ne felejtsétek el, hogy most már az adásunk három részben áll, és a legutolsó részt a Patreon előfizetőink tudják meghallgatni. Ezúton szeretném megköszönni a figyelmet Barkóci Norbert, Vince Miklós és Horváth Ádám Tamás kollégáim nevében. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.